Túl vagyunk az Oscar díjkiosztón, és mi jó szokásunkhoz híven beülünk az újpesti moziba, hogy beszéljünk a filmekről, leginkább a győztes filmekről, persze ez esetben egy vesztesről is, szóval erről beszélgetünk most a mozinkban. Mozinkban Baski Sándor filmkritikussal, szervus Sanyi. Örülök, hogy újra összejöttünk, mert pattolzott kukoricánk még mindig nincs. És nincs újabb magyar Oscar-díjas filmünk, ugyanis a Testről és lélekről, amely ugye bekerült a 5 legjobb idegen nyelvű film közé, és mindenki nagyon-nagyon várta ezt, nyilván az előző évek Oscar-díjai után, de ez most nem jött össze. Szerinted ez mekkora katasztrófa, hogy ez most nem jött össze? Tehát ez buslakodnunk kell-e, vagy inkább így a tendenciákat elnézve örülni annak, hogy bekerült ez a film a legjobb öt közé. A filmről annyira már nem kell beszélnünk, mert itt azért már beszéltünk róla, kielemeztük elég rendesen. Persze, hát ugye, ahogy szokták mondani a sport kommentátorok azzal közhelye, hogy már az olimpiai részvétel is fontos, nem csak a győzelem, tehát itt is ugyanezt el lehet mondani, nyilván. Igen, bár csak az utókor csak a győztesekre emlékszik. Igen, mert hát a jót nyilván könnyű megszokni, tehát azt az elmúlt 3 évben megszoktuk, hogy igen. Ha kijutunk, akkor nyerünk, és ugye 2-2 meg volt, akkor persze mindig arra számított, hogy meg lesz a harmadik is, de hát ez nem így működik, és nem is volt annyira esélyes most, úgy érzem, az Egyedi Ildikó filmje, bár nyilván utol könnyű okosnak lenni. Na jó, de itt felmerül a kérdés, hogy mi az, hogy nem volt esélyes, tehát hogy egyáltalán releváns-e az a kérdés, mondjuk egy filmkritikusnak azt a kérdést föltenni, hogy szerinted miért nem nyert ez a film? Aha. Hát, mint filmkritikus nem is kellene érdekelni, tehát ez egy show business, engem a filmek érdekelnek, hát hogy működnek, hogy jutnak rám, és rengeteg olyan filmmel, ami nagyon jó film, és nem kapott Oscart. De hát, hogyha már egyszer kijutott a film, akkor beszéljünk erről is, mert nyilván az Egyedi Ildikónak is azért nyilván azt mondta, hogy neki nagy megtiszteltetés, hogy ott van, és már nyert ezzel, de azért ő is nyilván szívesen felment volna a színpadra, tehát hogy... Nincs olyan ember, aki odaüt, persze, és azt mondja, hogy nem nyernék. Persze, igen. Persze. Szóval hát nyilván esélyesek mindig vannak, és az alapján lehet tippelni, például az idegen nyelvű kategóriában, uh-huh. hogy a film előtte milyen díjakat nyer meg, ugyanis nagyon sok esetben a szavazóknak nincs idejük végignézni az 5 jelöltet, tehát a filmnek a híre alapján próbálnak az ott esetben szavazni, vagy lehet, hogy ha van 5 film, és abból az egyik mondjuk megnyerte az aranymedvét, vagy a Cannes-i az aranypálmát, ahogy megnyerte most a Négyzet című film, ami jelölve volt, mm-hmm. akkor azt megnézik, mert tudják, hogy arról hallottak jókat, az lehet, hogy az érdemes, azt pótolják be először, és azért arra a filmre szavaznak, és nem egy olyan filmre, amit mondjuk nem mutattak be olyan sok helyen. Persze, azért. És ezért azért előzetesen azt mondták, hogy a Négyzet című film a svéd film a nagy esélyes, hát kiderült, hogy nem az volt, hanem az és a címe Una Mujer Fantástica, bocsánat, egy fantasztikus nő, ami viszont Berlináliban versenyzett, ahol a legjobb forgatókönyvet kaptam. Mm. Ugye érdekes, hogy Ennyi Ildikó filmje meg itt nyert. A legjobb filmet? Igen, tehát most visszavágott, hogy úgy veszük, igen. Tehát akkor még sincs benne ilyen logika, hogyha ezt megnyered, akkor valószínűleg megnyered. Persze, de itt mindenféle találgatások vannak, hogy ugye most az Oscar tagok, meg az egész gála, hogy próbált vezekelni azért, hogy kevés nő van a arányait tekintve a tagságban, meg a szavazók közt, mm-hmm. illetve hát voltak ezek a szexuális visszaéléses ügyek, és valaki azt mondta, ilyen összeesküvés gyanánt, hogy ugye benne van a címben egy nő, egy fantasztikus nő, hát akkor szavazzunk rá. De nyilván ez félkomoly. Ami persze azért lenne vicces, mert hogy a testőségekről az egyetlen film az 5 jelölt közt, amit egy nő rendezett. Tehát, hogy ez alapján végül is... És az abszolút főszereplője is egy nő. Igen, tehát hogy meg kellett volna kapnia igazából. Igen, de akkor azért azt elmondhatjuk, hogy az, hogy mondjuk Berlinben nyert ez a film, az, hogy a főszereplő Borbé Alexandra ugye Európa legjobb színésznője lett, ezek inkább szakmaibb díjak, mint az Oscar, amiket mondjuk most itt, vagy azok alapján, amiket most itt beszéltünk? Hát persze. Nyilván a más szavazókat, más gálákon, más díjköztökön más motiválja, tehát nyilván egy szakmai zsűri más szempontok alapján ítél. És mondom még egyszer, nem tudjuk, hogy hányan nézték meg a szavazók közül ezt a filmet. Sokan mondják, hogy ez sokszor forgalmazótól is függ, tehát hogy például ugye a Shao Fiat a Sony forgalmazta, amely igen nagy rutinnal bír az ilyen jellegű kampányok felépítésében, míg a Testről és lélektől pedig a Netflix, ami egy teljesen más típusú, és talán az
ilyen nagy mozifilmekben, az ilyen ilyen jellegű kampányokban még csak így próbálgatja a szárnyát. Igen, tehát nekik nincs ebben rutinjuk, hogy kell felépíteni tehát a filmet. Tehát lehet, hogy csak erről van szó. Egyébként voltak ilyen óriás plakátjai a filmek Amerikában, de hát lehet, hogy későn kezdték el ezt a kampányt. Tehát azért te például személy szerint olyan nagyot nem csalódtál, tehát nem volt az, hogy... Nem csalódtam igazából, meg tényleg nem gondoltam, hogy esélyes lenne, nyilván örültem volna. Uh-huh. Úgyhogy amikor kiderült, hogy nem nyert, akkor le is feküdtem aludni, mert annyira unalmas volt a gála, hogy nem volt miért fönnmaradnom. Igen. De igazából szerintem az a lényeg az, hogy ez egy nagyon jó film. Mindenképpen, vagy ha valakinek nem tetszik, akkor is biztosan hatással lesz rá, tehát érdemes azért megnézni. Mielőtt rátérünk a többi filmre, az egy nagyon fontos dolog, amit az imént mondtál, hogy azért ez mégiscsak egy gála, itt a show a lényeg, az, hogy ki a műsorvezető, az, hogy milyen sztárak vannak ott. Borbély Alexandra mesélte egy interjúban, hogy őket tulajdonképpen, vagy az Enyedi Ildikót, amikor felsorolták, azt nem értette, hogy miért nem mutatják meg az idegen nyelvű filmek alkotóit, mert hát ugye csak folyamatosan a sztárokat mutatják. Ők eleve máskor vonultak be, mint a sztárok. Szóval azért van egy ilyen elszeparálás az úgynevezett nagy hollywoodi sztároktól, és azért ott az a fontos, ki milyen ruhában van, ilyesmi. Tehát van ennek egy ilyen nagy bulvár része, nem? Persze, hát ez egy show műsor. Más kérdés, hogy annyira már nem érdekli szerintem a közönséget sem, mint korábban. Tehát ez a 90. Oscar gála konkrétan a legkevésbé nézett volt az Oscar gálák történetében, és ilyen, azt hiszem, ilyen 16%-os visszaesés volt a tavalyi évhez képest. Mi lehet az oka? Bocsánat. Hát valószínűleg az, hogy most nem volt olyan botrány, talán. Nem volt olyan izgalmas, olyan sűrített a műsor, tehát közel 3 órás volt a műsor. Uh-huh. És nem volt izgalmas, ahogy mondtam. Ugye tavaly az történt, hogy a fődíjat, a legjobb filmet járó díjat másik film kapta meg először, aztán kiderült, hogy tévedés történt, visszacserélték, és örökre emiatt lesz emlékezetes ez a gála. Uh-huh. És hogyha ki kéne emelnem egy pontot ebből a diátorokból, idén nem volt semmi ilyesmi. Tehát nem volt olyan emlékezet. Igen, tehát nem volt semmi. Mindegy, hogy ki a műsorvezető, vagy hogy milyen showt hoz, nyilván fontos. Fontos, de hogy nincs ekkora valami nagyon pregnáns pillanat. Így van, tehát meg a másik, hogy a műsorvezető sem volt szerintem annyira a bátor. Mert egy humoristáról van szó, aki egy show műsort vezet. Igen. És ő nagyon óvatoskodva, nagyon diplomatikusan vezette föl, tehát az volt a cél, hogy ne bántsuk meg senkit. És ugye említettem, hogy voltak ezek a szexuális visszaéléses botrányok, és emiatt mindenki tojáshéjon jár, minél kevesebbet bolyénkodni másnak a kárára, és nem volt annyira hívős, olyannyira izgalmas. A másik az, hogy ez a botrány, ez már a Golden Globe gálán csúcsosodott ki, tehát ott volt az, amikor felmúltak a szárok feketében, tiltakozva ezen a jelenség ellen, és akkor eljutott a csúcs, és most már nem akarták még egyszer megismételni ugye azt a nagy protest kiállást. És közben meg lehet, hogy a nézőkben is lett egy ilyen undor az egésszel kapcsolatban. Hát ugye egy kicsit túl lett tolva, úgy érezhették akár. Igen, és talán ezért nem nézték. Ettől függetlenül azért nyilván a legfőbb díjakat kiosztották. Térjünk is rá, a legjobb film az a Víz érintése, The Shape of Water című film Guillermo del Toro rendezésében, amely azt mondja, hogy a legjobb filmet megnyerte, de a legjobb rendező is a film rendezője lett. Ez egy ilyen szörnyes mese, nem? Igen, tehát a del Toro, mexikói rendező, erről híres, hogy ő nagyon imádja ezeket a szörnyeket, és akkor is, amikor ezek a szörnyek úgymond gonoszak, ő akkor is ilyen óriási műgonddal dolgozza ki őket, tehát ő szerelmes a szörnyeibe. És az a szörny most ebben a filmben, hogy leszik egy pozitív figura, hiszen őt elkapják a gonosz emberek, ugye 50-es években járunk Amerikában, 50-es évek Amerikájában, és azt a szörnyet valahogy az Amazonas vidékén, nem, befogják, és elkezdik vizsgálni, különféle kísérleteket végeznének rajta, és ebben az intézetben dolgozik egy takarítónő, aki hát egyszerűen beleszeret ebbe a szörnybe, és ugye a kettő figura között vannak hasonlóságok, ugye egyik mind a kettő kívülálló, akkor a takarítónő néma ezért is, és ez a két figura egymásra talál, és nyilván ebből adódnak konfliktusok. Tehát tulajdonképpen azt mondjuk, hogy egy szörnyes film, amit én általában nem szeretek, az egyfelől igaz, másfelől ez inkább egy szépség és szörnyeteg mese, nem? Tehát, hogy van egy ilyen... Igen, tündérmese. Egy tündérmese, aha. Nekem az volt vele a probléma, hogy nagyon egyenes vonalú. Tehát, hogy tudjuk, hogy hova fut ki a történet, mindegyik
karakternek világos a motivációja, a főgonosz nagyon gonosz, a jó nagyon jó, nincsenek árnyalatok, és ezért meglepetések sem nagyon a történetben. Igen, de valószínűleg éppen azért nincsenek benne árnyalatok, mert ez egy mese, nem? Tehát, hogy nagyon így a mese alapjait vette elő. Persze, persze, tehát hogy ezzel nincs is semmi probléma. Csak pont ezért rád nem volt ekkora intellektuális hatása. Igen, tehát a Del Torót én már láttam olyat, ahol mese volt, a Faun Labirintus egy című film. Igen, talán a leghíresebb. Igen, azt hiszem a spanyol polgárháború idején játszódik, és ott sokkal jobb tét volt, sokkal jobb dráma. Az, hogy ez egy hidegháborús közegben játszódik, ez sem nyomja meg ezt az egész tétet? Hát vannak izgalmas áthallások nyilván, Amerika viszony elég feszült Oroszországgal, és ugye a hidegháborúnak ez volt a fő konfliktusa, hogy az orosz kémek és az amerikai külpolitika mindent ennek rendel alá, és itt is megvan ez a feszültség persze, úgyhogy ez egy jó tett volt, hogy a 50-es években játszódik. De akkor azt mondod, hogy ez a film legalábbis inkább, tehát ez a film inkább érzelmi hatást kelt, mint intellektuális. Abszolút, persze, persze. És nyilván ezért is nyerhetett, tehát hogy az minden szavazónak tetszett, hogy mindenki talált benne valamit, ami érdekel, tehát a romantika, a történelmi aspektus. Mm. És az, hogy a Del Toro legjobb rendező lett, az első Oscarja, ugye? És a Faun Labirintusa nem kapott. Azt hiszem nem. Miközben azt mondod, hogy azért az egy összetettebb film ennél. Szerintem igen. Mm-hmm. Tegyük, hogy az egy spanyol nyelvű film. Tehát, hogy... Igen, az igen. 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 Szóval szerinted minek köszönheti ezt a rendezői díjat? Olyan, nem is tudom, markáns rendezői jegyekkel ellátott film ez? Hát sok esetben a legjobb film rendezőjének odaadják a rendezői díjat is. Ja, hogy ebben van egyfajta automatizmus. Hát egyrészt, másrészt, akinek nagyon-nagyon tetszett a film, és arra szavazott fő kategóriában, az miért tenni a rendezőiben is. Hát, hiszen, hogyha egy film megérdemli az Oscart, akkor nyilván a rendezés és Oscar méltó. Igen. Mint ahogy azért általában azt is el lehet mondani, hogy a színészdíjak is azokból a filmekből kerülnek ki, amelyek jelölve voltak a legjobb film kategóriában, nem? Ez ezúttal is így van. A legjobb férfi főszereplő, ő az egy régi nagy színész, Gary Old mellett, aki a Legsötétebb órában játsza Winston Churchillt, teljesen elmaszkírozva, ami azért olykor, én bevallom, nem láttam ezt a filmet, de azért ilyen esetekben ott lebeg az a veszély, hogy mennyire a maszk kap ilyenkor egy Oscar-díjat, bár nagyon nagy színész Gary Oldman, és én nagyon nagyra tartom személy szerint is, és mennyire megy el ez egy kicsit ilyen paródiává. Hát én tökéletesen látod, tehát is erről az, hogy már eleve díjazzák azt az erőfeszítést, hogy valaki képes 4-5 órát sőt, talán többet is eltölteni a forgatások előtt a sminkszobában, meg a maszkmesterek keze alatt. Meg az átváltozás. Igen, meg az átváltozás, mert az olyan látványos, látjuk, hogy valami történik vizuálisan is. Aki sovány volt, most kövér lett. Így van, és ezért lehetett gyakorlatilag 99%-os biztonsággal megjósolni, hogy ő fogja megnyerni ezt a kategóriát. Illetve nyilván az sem véletlen, és azt is kellett találni, hogy talán a legjobb sminket is. Ő megkapta. Megkapta, hát nyilván, és azt hiszem ez a két díja volt a filmnek, mert szerintem ahol a film az nem volt annyira kiemelkedő. Pedig azért az egy olyan történelmi pillanatban játszódik, vagy időszakban, egy olyan történelmi figuráról, azért finoman szólva, és mind a kettő érdekes, tehát hogy ez talán ez a legfinomabb kifejezés. Hát ugye Churchill, szóval ez ő döntéséről, hogy a második világháborúban, amikor miniszterelnököt, nem fogadta el a németek békeajánlatát, hanem hát hogy úgy döntött, hogy akkor felveszi a harcot, és amikor Anglia szinte egyedül volt már, akkor kilátást a helyzetben, de folytatta a harcot. És történelmileg valószínűleg ez hiteles ez a film, tehát nyilván ezen szakértők sokasága dolgozott, de valamiért úgy látták jónak, hogy beletegyenek egy jelenetet a filmben, amiben a Churchill a legnagyobb dilemmázás közepette, amikor nem tudja, hogy mit csináljon, fogja magát és lemegy a metróba, a nép egyszerű gyermekei közé, ahol megkérdezi a véleményüket, és annyira hollywoodias, annyira gicses ez a jelenet, hogy nekem ez a jelenet tönkretette a filmet. Tehát, leereszkedik, és igen, igen, tehát annyira, John, annyira művi, pontosan így történik, és aztán visszamegy a kabinethez, a kormánytagokra, és elmondja a metróban megismert átlag emberek hivatkozva, hogy ők ezt akarják, tehát ezt kell tenni. Egyszerűen hazug ez a jelenet, és nekem emiatt sem tetszett. Rányomja a bélyegét akkor. Így van, és akivel beszéltem, kritikusok, mindenki ezt mondta, hogy az nagyon-nagyon-nagyon hollywoodias volt, és teljesen fölösleges. Tehát akkor a Gary Oldman szép maszkiáért érdemes ezt talán megtekinteni ezt a filmet. Viszont
És itt akkor lapozzunk is egyet. A legjobb női főszereplő, aki ezt a díjat, az a Frances McDormand nyerte, aki a Három óriás plakát Ebbing határában főszereplője, és bevallom őszintén, én ezt a filmet vártam személy szerint, bár nem szoktam annyira ezeket latolgatni, a legjobb filmnek, mert ez viszont egy, legalábbis nekem, ez egy igen erős film, ráadásul olyan témákat feszeget, ami mindig aktuális, és mindig hatni szokott az ítészekre. Így van. Ugye ez a Marty McDonagh filmje, aki egy angol ír rendező, magyarul talán az Erőszakik című filmjét ismerték sokan, milyen kult film. Igen, lehet a borzalmas magyar cím ellenére. Igen. In Bruges az eredeti címe. Igen. És ő színház, az abszolút kult film. Igen, és ő színházi író is, és a magyar színházban is rengeteg mondjuk azt, hogy azt szerintem azt is mondhatjuk nyugodtan, hogy talán ő az egyik legjobb, legtöbbet játszott és legnépszerűbb színházi szerző, és valóban nagyon sok színház játsza a Párna embert, a Kriplit vagy a Vaknyugatot, azért ebbe be lehet, én például ezekből mindegyikből láttam egy valamelyikből két előadást is, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon játszott, és nagyon bátor nyelve vezető és bátor témaválasztó drámaíró, de ebből a filmből kiderül, hogy azért ő több lábon áll, bár ennek a forgatókönyvírója. Igen, és azt hiszem jelölték is forgatókönyvre, ha jól mondom. Igen? Igen, jelölték. Ez az érdekesség, hogy a forgatókönyv kategóriában csupa rendező van. Illetve a rendező, a legjobb rendező kategóriában olyanok vannak, akik írták is a filmjeiket. Tehát ezek szerzői filmek. Igen, csak most eltértettelek, bocsánat. Igen, nem, semmi szóval, baj. A filmről kéne igen, valami. De a filmről kéne valami okosat mondanod, de azért nekem ez az viszont furcsa, hogy ez a film tulajdonképpen, oké, a Frances McDormand megnyerte a legjobb női főszereplőt, de mint film nem nagyon nyert semmit. Hát sokan azt várták, hogy a forgatókönyvét megkapja, ami meglepően nem ő kapta. Igen, hát akár nyerhettem volna a fődíjat is, mert tényleg, ahogy mondod, nagyon aktuális témákat feszeget. Nem tudom, lehet, hogy az volt a szavazóknak is a problémájuk a film, ami kicsit nekem is, hogy ugye itt egy angol ember elmegy Amerikába, valahol nem is tudom, hogy játszódik. Missouriban. Tehát ez a tipikus déli történet. Igen, és ott próbál egy ilyen nagyon, nagyon amerikai történetet, rasszizmussal, helyi viszonyokkal, és picit nekem mindig érződött, hogy olyan, mint egy turista, de elmenne, és két hét alatt megpróbálja kiismerni a város, és az alapján, hogy stimmel, amit látunk, az alapján, amiket Amerikáról, az amerikai filmekből tudunk, de én nem éreztem azt a helyismeretet. Nekem egy picit nagyon poentírozott volt, egy picit nagyon didaktikus volt helyenként, túl erőszakosak voltak a poénok, amik viccesek voltak, csak hogy... A túl sok. Nem hiszem el élő embertől, hogy ennyire így vág az agya, hogy így mondja ezeket a poénokat. Egyébként ezek a drámáira is, tehát a színműire is jellemzőek ezek a fajta igen erős gesztusok, vagy verbális gesztusok, meg ilyesmi. De maga a történet az nagyon fontos, meg a színészek is nagyon jók, tehát én örültem, hogy a legjobb női főszerepet a Frances McDormand megkapta. Azért őt is sok filmből ismerhetjük már. Hát például Fargo az egyik kedvencem, ahol ugye egy terhes nyomozónőt játszik, az nagyon emlékezetes. Így van. És akkor, de mondjuk most, hogy elgondolkoztam, azért mondasz azzal valamit, hogy tényleg le van önt, van egy kitaláltuk, hogy akkor milyen ez a dél, hogy a tele rasszizmussal, meg van az egésznek egy... De azért van egy kis lábszaga az egésznek, és akkor mindenképpen be kell rakni a Woody Harrelsont, aki nem tudom, az akcentusával, meg ugye, aki szerintem minden ilyen filmben benne van, legalább nekem ez az érzésem, vagy pedig lehet, hogy az az érzésem, mert volt ez a sorozat, nem? Ami még délebben játszódik, és ott is ilyen rendőrt játszik, és ugyanezzel a True Detective-t. Gondolok, így van, ahol szintén ez, tehát egy kicsit ez is olyan, hogy mindenképpen kell sót tenni egy ilyen kajába, és a Woody Harrelson mindenképpen bele kell tenni, tehát van benne ilyen. De egyébként ő is jó volt egyébként. Kiváló. Hát meg a másik, hogy ugye van egy olyan történetíve ennek a sztorinak, illetve ennek a filmnek. Igen, mert lelőttem, elkezdted a sztorit, azt légy szíves. Nem, csak annyi, hogy egy anyának meggyilkolják a lányát, és ő elégedetlen, hát joggal, a rendőrség munkájával, aki szerinte nem tesz semmit, hogy kinyomozza, kiderítse ki a tettes, azért a város határában három óriás plakátot kibérel, és arra
Hát azon teszi fel a kérdést a rendőrségnek, hogy miért nem dolgoznak, miért nem teszik a dolgokat, és ugye hát ebből nyilván óriási felzúdulás lesz. Ennek a rendőrségnek, rendőrségen nem örülnek annyira, főleg az a említett rasszista rendőr, aki, akit Sam Rockwell játszik, és szintén megnyerte a férfi mellékszereplő kategóriáját. Igen, és furcsa, hogy pont a, mondjuk nem nyert a Woody Harrelson, de a Sam Rockwell megnyert. Igen, igen. Egyébként visszatérve, hogy miért nem ez a film lett a legjobb, lehet, hogy az is benne játszik, ugye most nagyon-nagyon túlérzékenyek az amerikai szavazók, akik az Oscar-díjról döntenek, és a filmmel kapcsolatban voltak ilyen kérdések, hogy most mennyire etikus, vagy mennyire szabad egy rasszista karaktert neki ilyen kis megváltást ajánlani, úgymond. Tehát már a történet folyamán egy kicsit szimpatikusabbá lesz, tehát változik, ami szerintem egy baromság, már maga a kérdésfelvetés is, hiszen egy karakter miért ne fejlődhetne, ezt hívják karakterfejlődésnek. Igen. Attól, hogy valaki a film elején nagyon ilyen általában ettől jó egy szerep, vagy ettől jó egy film. Igen. Így van, így van. Persze az hozzátartozik az igazsághoz, hogy szinte minden kategóriában jelölték, nem igaz, mert a legjobb rendezőnek nem jelölték, azt hiszem, nem jelölték, de legjobb filmnek, legjobb női főszereplő, mellékszereplőnek a Woody Harrelsont is jelölték. Tehát, hát hét jelölés volt, és abból kettőt. Igen, abból kettőt hozott, tehát azért lehetett volna itt több is. Egyébként még egy mondatra visszatérve a legjobb férfi és legjobb női főszereplőre. Csak mint filmkritikus kérdezem, azért voltak itt nagy nevek, legjobb női főszereplő Meryl Streep, az állítólag azért nem olyan nagy film Pentagon titkai, bár ezt mindjárt elmondod, vagy a férfi főszereplőben Daniel Day-Lewis, Denzel Washington, szóval hogy voltak itt nagy nevek is, meg nagy színészek, szerinted okkal vagy joggal kerültek oda, ahova kerültek ezek a díjak, és a mellékszereplőkre is kitérhetünk ugyanígy. Hát ugye arról beszéltünk, hogy Gary Oldman. Igen, az más, az igen. Leginkább annak köszönhető. Ez nyilván nagyon jó színész, hogy sikerült ráadni ezt a óriási kosztümöt. Hát a többiek közül szerintem megérdemeltek, akiket jelöltek. Denzel Washingtont nem láttam abban a filmben, miért jelölték. Uh-huh. De mondjuk ő is olyan név, mint a Meryl Streep, vagy a Daniel Day-Lewis, hogy automatikusan jár neki az Oscar jelölés. Tehát ez ilyen pavlovi reflex, meglátják a... Igen. A jelölőbizottság, hogy ott a neve, hogy szerepelt így egy filmben, akkor tegyük be, és igen. Hol megérdemelten, hol kevésbé. Igen, bár azért például Daniel Day-Lewis vagy Meryl Streep olyan nagyot színészileg nem tud hibázni. Persze. Nyilván olyat tud, hogy nem olyan jó filmben játszik, de azért színészileg olyan sok mindenben nem lehet belekötni, amit csináltak. Igen, hát a Daniel Day-Lewis most is nagyon jó volt, ő a Phantom számban szerepelt, ami a legjobb filmre díjára is jelöltek. Uh-huh. Egyébként csak zárója, hogy ebben a filmben ő egy divat tervezőt játszik. És nyilván ezért megkapta a legjobb jelmez Oscarját is a film. Aha. Tehát az így stílszerű. Igen. Egyébként én drukkoltam neki. A színész kategóriában maga a legjobb filmnek is szívesen láttam volna. Tehát ez szerintem egy kiváló film. Nem úgy, mint a Pentagon titkai. Ez a Phantom Szál című film. Igen. Viszont a Meryl Streep, aki tényleg mindenben jó, meg mindig jó, ő most csak a neve alapján van itt, mert maga a film, én azt gondolom, hogy nagyon... egy Spielberg filmről van szó. Spielberghez képest szerintem ez egy nagyon, nagyon unalmas és mellé? Nagyon dagályos, tehát ez a film arról szól, hogy mi mennyire jó fejek vagyunk hollywoodi filmesek és amerikai újságíró. Ja, aha. És nagyon ilyen direkt, mert pedig egy fontos témáról szól, csak jó színészekkel. Hiányzik belőle a dráma, túl van húzva, nem tudom, 120 perc talán. Uh-huh. Tom Hanks is szerepel benne, és nyilván aki látja, akit nem jelöltek. Nem jelöltek. De nyilván, aki látja, hogy Spielberg a rendező, Tom Hanks az egyik színész, Meryl Streep a másik, akkor az jelöli, beül a moziba, és hogy milyen a film, az már nem is olyan fontos igazán. Aha, csak így alapvetően jön a jelölés. Jó, csak hogy ne legyünk igazságtalanok, a legjobb női mellékszereplő díját pedig Allison Janney kapta? Igen, az Én Tonya című filmből. Ugye ez Tonya Harding műkocsázó története. Uh-huh. Egy nagyon szórakoztató életrajzi jellegű film, és Allison Janney játssza Tonya Hardingnak az édesanyját. Hát gyakorlatilag tökéletesen, mert ugye a film végén látjuk az igazi szereplőket. Mellé vannak téve azok, mert akiket játszottak, és ugyanaz gyakorlatilag. Tökéletesen lemásolt. Tehát látjuk az édesanyját nyilatkozni,
mint színész, tehát mint az Edison Jenny, igen, ahogy ül a kanapéban, és a vállán egy papagáj, majd látjuk a film végén ugyanezt jelentett valóban, igen, az édesanyjával. Tehát nagyon jó meccsenet. Nagyon jó meccsenetek, igen. Ellenben ezt a filmet nem jelölték se a legjobb film, se a legjobb rendezés kategóriában. Tehát akkor itt valószínűleg az Edison Jenny volt kiemelkedő. Igen, bár én el tudtam volna képzelni mondjuk a legjobb színésznő kategóriában a főszereplőt, a Margot Robbie-t, mert hogy ő nagyon jó alakította ausztrál színésznő létére ezt a amerikai kicsit ilyen tenyeres talpas műkorcsázott, mert ugye egy szép színésznő, uh-huh, és neki az volt a feladata, hogy most legyen kevésbé szép, uh-huh, és ezt nagyon jól megoldotta. És ez mindig hálás egy szép, igen, színésznőnek ilyet játszani, vagy egy jó szép színésznő, igen, szeret is. De azért nem volt agyonmaszkolva, tehát hogy ezt, aha, saját magából oldotta meg valahogy. Említsük még meg, bár már említettük, hogy a legjobb eredeti forgatókönyvet a Tünnyel című filmért kapta Jordan Peele. És érdekes, hogy amiket mondtunk, mondjuk a vízérintése, ahol szintén a Guillermo del Toro írta forgatókönyvet, vagy a három óriás plakát, hogy nem ezek kapták, hanem egy újabb, egy másik film, bár ez a film is jelölve volt a legjobb film és a legjobb rendező kategóriában is. Igen, lehet, hogy ez is egy ilyen kompenzációs jelölés, illetve díj, mert hogy ez is egy fontos film igazából, tehát ez egy ilyen horror-thriller-szerű történet, de egész ügyesen benne vannak ezek a Amerikában máig jelenlévő ilyen előítéletek. Helyenként elég szórakoztató, vicces film is, tehát egy nagyon-nagyon furcsa film abban a szempontból, hogy ilyeneket nem szoktak Oscarra jelölni. Tehát ebből a szempontból nem volt annyira meglepő, hogy nem nyerte meg. Viszont valahogy díjazni akarták, és tényleg a forgatókönyv ügyes. Ennek engem is meglepett, hogy nyert. De mondjuk örülök neki, már csak azért, mert aki ezt a filmet rendezte és írta, az a Jordan Peele. Ez egy nagyon izgalmas figura. Ő egy tulajdonképpen egy ilyen stand-up komikus, vagy komikusként indult el. Tehát a YouTube-ra csinált ilyen sketch videókat. És mindig jó látni, hogyha valaki ennyire elindul egy másik irányból, és ennyire kicsiben kezd, és ilyen magasra jut. Tehát ő se hitte el, igazából látszott az arcán, amikor megkapta ezt a díjat, hogy Oscar díjat kap. Az első filmjéért. Na, de ez azért egy szép dolog. Egy kategóriát említsünk még, meg egy filmről szeretnélek kérdezni végül. Ez a kategória, amit direkt te kiemeltél, hogy beszéljünk róla, az a legjobb operatőr díja. Ezt miért mondhatod, hogy erről fontos beszélni? Azt hiszem, hogy beszéltünk is már talán tavaly, vagy tavaly előtt is, Roger Deakins kapcsán, uh-huh, aki ugye egy kiváló operatőr. Nekem is az egyik kedvencem, ő a Coen testvéreknek az állandó operatőre, tehát hogy ő volt a Fargo, vagy a Nagy Lebowski, meg szinte bármelyik Coen filmnek. Jobb Coen film, igen. Vagy a Remény Rabéi, a Sicario. Aha. Most a Szárnyas fejvadász 2049-ért jelölték, tehát a Szárnyas fejvadásznak a folytatásáért. És ez volt a 13. jelölés, és ugye ez volt a páratlan, hogy ennyiszer jelölnek valakit. És ez az első. Nem kapja meg, és most megkapta végre, tehát szerintem mindenki örült neki, tehát még azok is, akik mondjuk a konkurensei, hogy végre a nagy öreget díjazták. De ez egy kicsit ilyen életmű jellegű szerinted? Vagy milyen a film, ami a... Van úgy, hogy életmű díjat nyere, vagy életmű díjnak tűnik egy ilyen jelölés, például amikor a Martin Scorsese a Tégláért kapta meg, ami nem egy kiemelkedő film az ő életművében. Hát nem, annál sokkal erősebb filmei van. Nyilván, csak valamiért meg kellett kapnia, a Deakins esetében ezt nem érzem. Tehát neki tényleg az egyik legerősebben, legjobb filmje. Aha. Az a film, amiről még kérdeztelek volna, az a Christopher Nolan Dunkerque-je, amely azért, amikor moziba jött, vagy amikor kiment a mozikba, akkor azért ott voltak olyan hangok, hogy hú, ez tuti Oscar díjas lesz a legjobb filmben, vagy legjobb rendezőben. Aztán végül is valóban Oscar díjas lett, de a... Mit három, is kap... három díjat kapott, három technikai... Így van, de három technikai díjat kapott. A nyolc jelölésből, igen. Hát így a hangvágás, ha jól emlékszem. Hangkeverés, legjobb, igen, vágás. Igen, ez a három. Igen, ez a három. Viszont ugye egyéb díjat, bár azért az nem egy olyan film, az kétségtelen, ahol mondjuk annyira a színészetet lehet díjazni, de azért egy nagyon látványos film, de valószínűleg pont ezt a különlegességét díjazták a technikai dolgokkal, nem? Igen, egyébként egy
ha nem lett volna a Roger Deakins is az operatőri kategóriában, akkor simán nyertett volna abban a kategóriában. Hoytefan Hoytema volt az operatőr, és ugye hát az is egy óriási teljesítmény. Volt ami különlegessége, nem? Hogy a repülőkről ilyen hatalmas kamerákat kellett fölrakni, igen, mert igen. Hogy... Ha jól tudom, aztán IMAX kamerákat kellett valahogy egyensúlyozni ezeken, igen, a régi Spitfire gépeken, tehát ilyen korhű gépekkel forgattak, és ugye hát maga a történet az ugyanaz a történet mesélje, mint a legsötétebb óra. Igen, csak modernebb váziúban. Csak ez nem Angliában játszódik, hanem a francia partoknál, Dunkirknél. A francia partokon rekett szövetséges angol csapatok. És ez egy, gyakorlatilag egy másfél órás akciófilm, ami egyszerre játszódik a tengeren, a levegőben, igen, és a földön, és ezt a három szállat keveri össze nagyon bravúrosan. A jelenetek és az idősíkok abszolút keverednek benne. Igen, igen, tehát bravúros, én is imádtam ezt a filmet. Ez az a probléma, hogy ez igazából moziban működik, IMAX moziban, és aki mondjuk nem úgy látta, hanem vagy más formátumban, arra lehet, hogy nem hatott annyira az élmény, meg az is lehet, hogy mióta bemutatták, nem tudtak sokan újra nézni, mert ugye nem megfelelő körülmények között ezt nem érdemes, nem hagyott bennük akkora mély nyomot, de biztos vagyok benne, hogy ez a film egy ilyen klasszikusnak fog számítani. Egy klasszikus háborúsnak. Igen. Én is IMAX-ben néztem, és azért így egy ilyen jó élmény. Én se azt mondom, hogy ez a legnagyobb hatású film, amit valaha láttam, de egy jó háborús film. Igen. Aki szereti ezt a műfajt, meg a látványt, annak biztos, hogy jó lesz. Igen. Azt eltekintve, hogy ugye azért ez is megvan legyintve egy jó adag pátosszal, ahogy mint a közembere is megmentik a... Van egy ilyen kötelező részben, de szerintem ez csak a végén. Illetve emeljük ki még a zenéjét is, mert az is zenéjeles a Hans Zimmer, tehát az is nyerhetett volna. De nem nyert. Nem. Igen. Szerintem zárjuk ezzel, nagyjából így végig zongoráztuk a filmeket. Még a Szárnyas fejvadászról is beszéltünk, legalább operatőri szinten. Azt mondom, hogy légy szíves, hogyha ez a papír itt a kezemben, amely egyébként semmi más nem tartalmaz, csak a filmeket, meg a jelöléseket, egy ilyen menüsor lenne, és neked ebédre egy fogást kéne ajánlanod, akkor az melyik lenne? De akár ajánlhatsz levest, főételt és desszertet is, ha úgy könnyebb neked. A legjobb film közül, vagy bármelyik? Az összes közül, tehát hogyha ez egy egész, tehát te, mint filmkritikus, ez esetben mondjuk kritikus, hogy milyen menüsort ajánlanál, hogyha tényleg azt tesszük, hogy eszünk egy levest, egy főételt és egy desszerttel zárjuk a mondjuk egy jó filmes estét. Aha. Hát most már nem készültél erre, nem számíthattál erre a kérdésre, de ami így egyből jön neked, tehát amit így egyből érzel, és akkor valóban ez lesz az igazi, mert hogy nem gondolhatod túl. Hát a Lady Bird-öt ajánlanám, mert hogy arról nem is beszéltünk még, és egy fontos film, és ráadásul 5 kategóriába jelölték, és egyiket sem nyerte meg. Aha. Úgyhogy emiatt is érdekes, ez a Greta Gerwig nevű, eddig színészként dolgozó hölgynek a rendezése, ő írta a forgatókönyvet is, és a saját életén alapján írta meg tulajdonképpen, nem önéletrajzi film, de a saját élete inspirált, a saját története, ahogy ő eljutott egy ilyen kisvárosból, New Yorkba és színész lett belőle. Az ő felnövésének a története, ahogy az iskolában kicsit kilógott mindig, milyen konfliktusai voltak, aztán egy katolikus iskolába járt, és ez nagyon szórakoztató, úgynevezett coming of age történet, ugye, ami arról szól, amikor valaki a gyerekkorból átlép a felnőtt korba. Tehát ez a levesünk. Igen, úgyhogy ezt nagyon tudom ajánlani, már csak azért is, mert a főszereplője is nagyon jó, a Saoirse Ronan, aki egy ír színésznő, és őt jelölték is a legjobb női főszereplő kategóriában. Aztán, amit aztán nem kapott meg. Igen, jöjjön a főétel, amitől jól lakunk, és a legsúlyosabb steak. Hát akkor a Phantom szám, azt sem emeltük ki még annyira. Ugye ez a Paul Thomas Anderson kiváló rendezőnek a filmje. Daniel Day-Lewis. Ami igen, azért is érdemes kiemelni, mert hogy a Daniel Day-Lewis, aki egy zseniális színész, a method actingnek egyik úttörője, ő azt nyilatkozta, hogy ez volt az utolsó filmje. Tehát, hogy már csak ezért is érdemes megnézni, hogy... Mert hát, ha igazat mondod. Igen, tehát van rá szansz, mert ugye ő azt hiszem 60-valahány éves, és ugye ő úgy dolgozik, hogy egy filmre akár egy évet is készül. Úgy dolgozik, hogy belehal. Igen, tehát hogyha például olajfúró tornyon játszó munkás játszik, akkor oda költözik. Igen. Tehát konkrétan ebben a filmben is, amikor egy divattervezőt játszik, megtanult varni, és beköltözött abba a házba, ahol felvették a filmet. Úgyhogy nyilván ő azt gondolja, hogy most nekem rámegy egy jó pár év
egy darab filmre, akkor lehet, hogy nem kéne túlvállalnom magam, és inkább jobb, ha befejezem. És az órabére még így sem rossz. Valószínűleg igen. Még így sem rossz. Na jó, tehát akkor ez legyen a főételünk, és mi tegyünk desszertként, mivel zárjuk a menüsort? Húha, ez kiváló kérdés. Tényleg bármit mondhatsz, azok közül is, amelyekről beszéltünk, tehát győztes filmet is. Hát a Rögtönző szerelmet mondom akkor, ami ennek egy jelölése volt, az a legjobb eredeti. Tudtam, hogy, hogy nem fogsz olyat mondani, mi győzött. És akkor gyorsan végezhetünk. Igen, ennek az érdekessége. Mondd még egyszer. Rögtönzött szerelem, ami egy vígjáték, és a vígjátékot kevésbé szokták jelölni, és mégis bekerült a... Viszont desszertnek kiváló. A forgatókönyv kategóriában az érdekesség, hogy megtörtént eseményeken alapul. Ez a Emily Gordon és a Kumail Nanjiani írta a saját megismerkedésük történetéről. A Kumail Nanjiani el is játssza gyakorlatilag saját magát. Uh-huh. Ez arról szól, hogy megismerkedik a srác, aki egy aztán pakisztáni, talán pakisztáni származású, ezzel az amerikai nővel, aki szakítanak, és utána a nő egy ilyen ritka betegségtől kómába esik. A srác viszont úgy gondolja, hogy tartozik azért annyival, hogy őt látogatja a kórházban, összeismerkedik a szüleivel, és aztán szerencsére fölébred a nő a kómából, és hát összejönnek. És ez egy megtörtént eset, és ettől is izgalmas és nagyon, nagyon vicces film. Hát a vicces akkor pláne. Köszönöm szépen. A következő Oscaron újra visszatérünk a témához. Önöknek meg jó étvágyat kívánok ezekhez a filmekhez. Azért talán kedvet csináltunk, hogy tudnak majd válogatni ebből a menüsorból. Köszönöm szépen.